én mindig szoktam hangsúlyozni, és szeretném, hogy ezt észre is vennék a nézők, hogy az, hogy én egy professzionális riporterként vagyok kezelve a magyar nyilvánosságban, az egy iszonyatos félreértés. Én egy, nem tudom én, tanuló fázisban lévő ember vagyok, akinek vannak bizonyos sikerei, amely bizonyos sikerek szerintem alapvetően pont amiatt vannak, mert egyébként a széna egészen az a békasegge alatt van, és hogy attól, hogy ezek a viszonylagos sikerek megépülnek, az nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy én minden helyzetben százszerzalékosan, nagyon fölkészültem, nagyon slágfertigen tudok lépni. Amikor felveszük ezt a műsort, akkor csütörtök este van, és a vendégünk Gulyás Márton egy négy órás interjú forgatásról érkezik, ha jól tudom. Jól három, három. Ha nem akarod, akkor nem mondd el, hogy kivel készült a mai interjú, Te de azt mondd hogy... És hogy sikerült? Ezt mondom, nézők eldöntik. Mi az egy ilyen óriási, gigantikus interjú végén? Tehát mikor érzed azt, hogy jól sikerült? ha tudtam tartani azt a tervet, amit előzetesen meghatároztunk. Tehát mostanában tényleg úgy készülnek ezek az interjúk, hogy van egy kisebb szerkesztőségi tím, aki összerakja alapvetően, hogy mik azok a szempontok, amiket leginkább akarunk problematizálni. És akkor, hogyha azon végig tudok menni, és tudom a tartani határokat, meg ráadásul, hogyha eléggé tudom jól dinamizálni, akkor, akkor azt gondolom, hogy az, az, az egy jó interjú. És van olyan, aminek a végén azt érezted, hogy nem Persze. olyan volt? Persze. Mondás Mondasz példát erre? Nem, de egyébként többször érzem ezt, mint... Most ez nem ilyen álszerénkedés, de hogy azért alapvetően az van, hogy hogy ugye volt egy nyári leállás, például akkor onnan visszajönni, akkor nem feltétlenül tudtam egyből beugrani ebbe a dologba, tehát hogy, hogy, hogy az, az, gyakorlás teszi a, nem a mester, de mondjuk a műsorvezetőt mindenképp. Ugye ez az a sorozat, ami néha partizán pop, néha partizán politika néven, de ami igazából berobbantotta a csatornát tavaly ősszel, és tényleg egy új szintre emelte, Mind nézettségben, mind hivatkozottságban, kulturális hatásban. Ugye, amit a néző lát ebből, az tényleg a világ legegyszerűbb dolgának tűnik, hogy egy szobában ülsz te és egy ember és beszélgettek. De itt már az előbb utaltál arra, hogy emögött sokkal több ember, sokkal nagyobb munkája van. Tehát el tudod azt mesélni, hogy egy-egy adás, mondjuk az ötlettől a publikálásig, hogyan néz, ki a, tehát hogyan néz ki a munka, hány ember dolgozik rajta és mennyi ideig? Most már egy ilyen közepesen nagy szerkesztőségünk van szerintem hazai viszonyban abszolút. Um, tehát ez azt jelenti, hogy szerencsés esetben minimum egy, inkább másfél-kettő um, szerkesztő dolgozik egy anyagon, tehát van, aki csak azzal foglalkozik, hogy uh, korábbi interjúkat, nyilatkozatokat és így tovább tár fel, vagy szerve olvas végig. Van valaki, aki kifejezetten um, a videós anyagokat nézi át, tehát mi az, ami található róla a különböző videóarchívumokban, és akkor vagyok én, aki szintetizál illetve én is olvasok hozzá, vagy én is nézek hozzá. De nyilván pont azért, mert hogy igen nagy számú anyagot készítünk egy héten, én nem tudom teljes egészében elvégezni a kutatómunkát. Tehát az, hogy ezek az interjúk, ha jelentenek bármilyen minőséget, az alapvetően pont szerintem azért tud minőséget jelenteni, mert egy komoly csapatmunka van mögötte. És ez csak ugye pont a tartalmi oldala volt az interjúnak, az, hogy technikailag, hogy épül fel mondjuk, tehát hogy a bejátszások hogyan kerülnek elő, nem tudom én. Most ugye pont egy szerencsétlen helyzetben vagyunk, mert nekünk a korábbi stúdiónkat el kellett hagyni, és most egy ilyen borzalomban vagyunk, de abban az ideiglenes borzalomban is azért nagyon sok ember munkája van, hogy az működjön. az együtt, nagyon frusztrál minket az, hogy a korábbi színvonalból képi világban például mondjuk egy picit vissza kell most lennünk azért, mert a jelenlegi körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy úgy csináljunk műsort, ahogy korábban. Mondtad azt, már szinte egy teljes szerkesztőség szervezettség felé haladtok. Amire most készültek az előválasztási vitákon, az nagyjából így a legnagyobb vállalása és projektje eddig a Partizánnak. Ugye 32 helyszínen lesz ellenzéki előválasztási vita. Mi fog Igen. történni ezeken a vitákon? Hát remélhetőleg összecsapnak a különböző világnézetek, a különböző víziók Magyarországról, a különböző víziók egy Orbán utáni Magyarországról, az ellenzék irányvonaláról, és itt tovább. Tehát mi ezeket politikai vitáknak tekintjük, tehát nekünk pont is az a célunk az interjúkkal is, meg ezekkel a vitákkal aztán kiemelten hogy ami szerintem alapvetően hiányzik a magyar nyilvánosságból, vagy hiányosan van jelen a magyar nyilvánosságban, az, hogy politikusokat politikai problémákról, konfliktusokról kérdezzék. Tehát ö, szerintem sokszor az nem politikai konfliktus, hogy pártszövetségi és egy tovább együttállásokban hogyan és milyen helyezkedésekben jön ki egy-egy jelölt az egy politikai konfliktus szerintem, hogy mondjuk egy szakpolitikai elképzelésnek a képviseletéhez hogyan lehet többséget szerezni, hogyan lehet egyáltalán annak támogatást szerezni, hogy mondjuk miért ennyire alacsony az összes párt belért a Fidesz is a, 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 a beágyazottság vagy a, vagy a, tagsága. Tehát, hogy, hogy, hogy mi megpróbáljuk onnan megközelíteni ezeket a politikai személyiségeket, meg ö, politikai formációkat, ahonnan szerintem nagyon kevesen kérdezik őket. Tehát nem csináltunk igazából szerintem semmi más, mint hogy így komolyan vettük azt, hogy ezek reprezentatív, vagy reprezentánsok, és az a feladatuk, hogy társadalmi érdekeket képviseljenek, és mi ezeket a társadalmi érdekeket próbáljuk ö, rajtuk számon kérni, vagy ezeket problematizálni, vagy ezekről többet információt meg tudni tőlük. És konkrétan, amit a néző ebből megkap tartalom, az, az mi lesz? Hát az ellenzéki viták azok 60-70 perces élőben sugárzott viták lesznek, ott nem lesz vágás tehát esténként egy vagy két adott esetben három vitát fognak látni a nézők, ennek a teljes menetrendjét megnézhetik az előválasztás 22.hu-n, vagy pedig a 444.hu per Partizán oldalon, és a lényeg az, hogy, hogy ezek élőben közvetített viták lesznek, amire élőben is el lehet jönni, tehát hogyha valaki szeretne ott lenni fizikailag, azt is megteheti, online pedig becsatlakozhat, vagy a 444.hu, vagy a Partizán Facebook, illetve YouTube csatornáján, valamint ha nincs ideje 60-70 perces vitákat megnézni, akkor másnap mindig lesz egy best of a legfontosabb pillanatokból 6 percben. Ez az, ami mindig benne lesz majd a 444 reggeli hírlevelében. Úgy gondolom azért a helyi jelöltek általában nagyon örülnek ennek a lehetőségnek mindenhol, mert egy olyan nyilvánosság, ami, ami máshogy nem feltétlenül van meg nekik, viszont ehhez képest, hogy a miniszterelnök jelöltek nemet mondtak erre a lehetőségre. Mármint arra, hogy a partizán által szervezett vitára elmenjenek. Ezt hogy értékelitek? Hát ö, nagy sajnálattal. Mm, hozzátartozik az igazság, hogy, azóta azért egyre több miniszterelnök jelölt jelzi azt, hogy egyébként nyitott lenne a partizánban történő vitában való részvételre. Ugye Fekete Győr András posztolt erről, Márkizai Péter is pozitívan nyilatkozott erről, Kárinkás József megerősítette levélben, hogy ő kész vitázni, illetve most az interjúban Karácsony Gergely is amellett érvelt, hogy szerint a szükség lenne a partizánban is vitára. Tehát ha úgy számolom a hat ugye most nem tudjuk, amikor ezt a interjút felveszük, hogy hányan fognak ténylegesen majd kandidálni, tehát hányan gyűjtik össze a 20 ezer aláírás, de azok közül, akik jelenleg a Páston vannak, abból négy szereplő azt mondta, hogy szeretne a Partizánon vitázni, kettő szereplő ezzel kapcsolatban eddig nem nyilatkozott. Én remélem, hogy ők is pozitívan állnak -e ez a kérdéshez, és, és eljönnek a Partizán által rendezett első fordulós és második fordulós miniszterelnök jelölti vitára is. De, hogyha az lesz a szövetségi döntés, hogy nem megy el senki, akkor persze mindenki elmondhatja egyedül, hogy hát én egyébként nagyon szeretnék, de sajnos abban állapodtunk meg, hogy. Hát remélem, hogy nem nézik Madárnak a szavazókat, mert szerintem eddig nem így cselekedtek, eddig nem ezt a játékot játszották, és ez nem arra val, amire egyébként vállalkoznak. Szerintem, szerintem most nem ilyen propagandaszöveg, szerintem nagyon fontos dolog ez az előválasztás. Nekem tényleg nem volt ilyen élményem most már az elmúlt tíz évben, mióta politikával. Vagy működvelőként, vagy aktivistaként, vagy más olyan formában foglalkozom. Szerintem ezt tényleg nem lehet eléggé túlbecsülni. Tehát ez egy, ez egy olyan helyzet most, amikor egy évvel, a, már három évvel a választás előtt, fél évvel a választás előtt, ugye, hogyha nyár elejét veszük, akkor három évvel, de a lényeg az, hogy, 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 hogy tényleges küzdelmet látunk. Tehát, hogy, hogy persze van egy csomó körzet, ahol, ahol nem ideálisak a helyzetek, de azért a, dönt, dönt, a körzetek döntő többsége azt lehet látni, hogy vannak olyan képességes jelöltek, akik közül tényleg van jelentőség annak, hogy melyik fog végül győztesként kikerülni. És nyilván minden előválasztás, hogy mondjam, nem tökéletes, tehát az amerikai, a francia és itt további előválasztásokról is lehetne hosszan értekezni, de szerintem az, hogy Magyarországon először 11 év Orbán rendszer után van egy előválasztás, biztos, hogy van egy demokratikus deficitje, de azzal együtt is van beleszólási lehetőség, van véleményezési lehetőség, és van egyáltalán lehetőség arra, hogy így, hogy így tényleg közpolitikákról lehessen vitatkozni, az szerintem baromi jó és baromira értékelendő, és hát nyilván én, ennek, én ezt, ezt, intellektuálisan is nagyon ki, nagy kívásnak látom, nekem a kreativitásomat is nagyon megmozgatja, tehát nyilvánvalóan szeretnék ebben olyan szempontból szerepet vállalni, és szeretném, hogyha ezek a jelöltek megkapnák azt a lehetőséget, hogy, hogy olyan közpolitikai vitában vegyenek részt, ami tényleg fontos abban a szempontból, hogy lássuk, hogy mi lesz az a közös vonal, amilyen irányban majd elmennek. Mert alapvetően azt el mondani, hogy, hogy nagyon sok mindenben azonosságot válnak. De szerintem vannak markáns, kardiális kérdések, amik nem csak a személyi, a személyiségjegyekről szólnak, hanem arról is, hogy hogy, 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 hova kerülnek a hangsúlyok egy egyébként alapvetően közösnek mondható közpolitikai programban. Tehát, hogy Nyilván a partizán eddig is ezért küzdött, hogy ez legyen, és azt gondoljuk, hogy az előválasztásban tudunk hozni olyat a 4 4 együtt, amiben egy olyan közönségréteget lehet elérni, amit máskülönben nem biztos, hogy el lehet érni az ATM vagy az rt keresztül. Nem lenézve őket, vagy nem ellenük beszélve, szerintem nagyon fontos közönségréteget érnek el ők is. Mi egy másik közönségréteget érnénk el, és őket mobilizálni, az előválasztásban érdekeltéteni szerintem alapvető fontosságú. És akkor mi volt az a fejingatás az előbb? Tehát igazából a helyi jelöltek sem feltétlenül örülnek ennek minden? Találkozunk nehézségekkel, találkozunk nehézségekkel, de hogy szerintem ez része annak a folyamatnak, hogy ez az első előválasztás, és nyilván egy csomó információs elakadás van, egy csomó probléma van. Mi nagyon transzparensen kommunikálunk, nagyon felelősségteljesen kommunikálunk, időben értesítve mindenkit a fejleményekről, mert érezzük azt, hogy itt ez tényleg egy komoly tétel bíró dolog. Senkinek a részére nem akarunk elfogultak lenni, egyenlő feltételeket kínálunk mindenkinek, de nyilván van, aki úgy ítéli meg, hogy az ő politikai helyzetének, érvényesülésének azt tesz jobbat, hogy az ott esetben távol marad. Szerintem ez egy rossz megfejtés. Tehát aki erre a következtetésre jut, azt innen, is arra biztosítom, hogy jöjjön el. Mert szerintem az, hogy előválasztási vitával veszteni lehet, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tévképzet. Tehát nem hiszem azt, hogy van olyan nyilvánosság, ami nem kormánypárti nyilvánosság, ami rosszat tud tenni ezeknek a szereplőknek. Tehát, hogy szerintem ezeket a esetlegesen meglévő picit paranoid félelmeket nyugodtan tegyék félre, jöjjenek el bátran, mert fair, tisztességes, transzparens szabályok mentén lesz lehetőségük arra, hogy a választókhoz beszélnek, nem miattam kell eljönniük, nem a négy miatt kell eljönniük, azon kell eljönniük, mert itt vannak azok a nézők, akik elsődleges fontosságúak az, hogy mobilizálva legyenek, és az előválasztás sikeres legyen. Nem mindegy, hogy 300 ezer ember vesz részt az előválasztáson, vagy 600 ezer ember vesz részt az előválasztáson, nem lesz lemondani egyetlen -egy emberről sem. Volt egy körzet, ahol felmerült bennem az a kérdés, hogy teljesen pártatlan lesz a partizán. Ugye ez a Budapest hatos számú, ahol Jánbor András az egyik jelölt, és őt ugye a Szikra Mozgalom nevű baloldali szervezet jelölte, aki mondjuk, hogy közel van a partizánhoz. Ott mi garantálja azt, hogy egyelőek lesznek a feltételek? Egyetlen egy olyan tagunk sem dolgozik a szerkesztőségben ezen a vitán, illetve a közvetítésben sem, akinek bármilyen érintettsége lenne esetlegesen magával a mozgalommal. Ezt nagyon tudatosan állít, alakítottuk így. Hogy mondjam, nem érdekünk az, hogy akár egyetlen jelölt irányába is elköteleződjünk, pont azért, mert azt vállaltuk, hogy mi minden jelöltnek azonos feltételeket támasztunk. Hogyha itt adott esetben a közönség vagy az érintettek, a jelöltek azt tapasztalják, hogy részrehajlóak vagyunk, akkor gyakorlatilag a teljes munkánkat delegitimáljuk, amiért az elmúlt években dolgoztunk. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos vonása a partizánnak, hogy a politikai szimpátiáinkat eléggé transzparensen kezeljük, ugyanakkor ettől még nem fogjuk vissza magunkat. Tehát, hogy én azt kérem mindenkitől, aki azt gondolja, hogy a partizán elfogultsággal vádolható, az nézze meg akár majd ezt a vitát, amit most említettél, akár a karácsonygergelje készítendő vitámat, amit, vagy a interjút, ami hamarosan majd látható lesz. És szerintem ez pont annak a bizonyítéka, hogy az esetleges szimpátia megléte vagy hiánya ellenére ugyanúgy lehet kritikusan, számon kérően, szembesítően, problematizálóan beszélgetni azokkal a jelöltekkel, akikkel esetleg van is egy ilyen érintettség. Én ismerem Jánbor András, ez nem egy titok, ezt amikor eljött hozzánk egy interjúra, ott is elmondtam. Ettől még ez engem nem akadályozott meg abban, hogy az inkonzisztens meglátásait, a politikai felkészültségével kapcsolatos problémákat tematizáljam, és nem fog akadályozni a vitában sem. Előválasztásról beszéltünk, tehát ha már itt vagy, akkor Jaj, beszélgessünk, beszélgessünk egy kicsit még dolgokról. Ugye nagyon fontos um, projektnek tartod ezeket a nagy interjúkat. Igen. Nekem van egy érzés, amikor nézem ezeket, ahogy megnéztem többet, és azt, hogy milyen hatással van az emberekre, hogy ennek a felépítettsége, a, a dramatizáltsága, nem tudom, a hatásszünetek benne, minden, annak igazából a színház a gyökere. És azért ilyenek ezek az interjúk, mert részben a színházból érkező emberek csinálják, és nem feltétlenül újságírók. Ebben van valami, vagy, vagy tévedés? Ez biztos, hogy benne van. Ez biztos, hogy benne van, hogy az én színházi hátterem, vagy a performativitás iránti érzékenységem, érdeklődésem az alapvetően befolyásolja. Tehát, hogy én amikor interjút készítek én egyszerre, kezelem azt, hogy ül velem szemben az alany, mit akarok elérni, mit szeretnék vele problematizálni, tematizálni, ő hogyan reagál rá, ennek milyen hatása van a képernyőn, euh, hogyan kell most nekem adott esetben reagálnom ahhoz, hogy igazán jól vágható anyag legyen, és abból. Tehát ez egy tudatos helyzet, amiben nekem egyszerre kell színészként és rendezőként jelen lennem, amennyiben nem csak azt kell kezelnem, hogy egy izgalmas és dinamikus beszélgetés legyen, hanem hogy annak legyenek képileg releváns pillanata is. Tehát amikor történik valami, ami mondjuk így intellektuálisan izgalmas vagy felkorbácsoló, akkor annak legyen egy performatív gesztusa is adott esetben, ami segít abban, hogy a képernyőn keresztül is érzékelhető legyen, hiszen nagyon más az, ami itt most kettőnk között megtörténik, és nagyon más, hogy ennek van egy képi megjelenítése. A képi megjelenítéshez pedig szerintem nem ártanak, vagy, vagy legalábbis segítenek ezek a fajta jelek. De akkor lehet az is, hogy azért hatnak ennyire erősen emberekre, mert leülnek megnézni egy interjút, de igazából egy ilyen kamaradarab szerűséget kapnak egy kicsit. Hát ezt én most elismerően hallom, vagy nem tudom, vagy nekem ez szándékom, persze, persze. Hát egyébként nekem nagyon, szóval vannak messze mutató terveim is azzal kapcsolatban, hogy miket lehetne még kihozni az internetből, meg a YouTube-ból, és alapvetően is azt gondolom, hogy ezek, ezek bizonyos szempontból már ilyen a film irányába ható interjúk, és vannak is olyan terveim, amelyek még erőteljesebben építenének filmes hatásokra, vagy arra, hogy, hogy mit jelent két embernek a jelenléte a kamerán keresztül. Mert szerintem tényleg ez az alapvetően érdekes. Ami szerintem megkülönböztetheti a partizános interjúkat más interjúktól, az részben nyilván ez az a terjedelmi dolog, de másik meg az, hogy, 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 hogy nagyon dinamikus formában válik tetten érhetővé azt hogy mit jelent, amikor két ember elkezdi magát komolyan venni, vagy legalábbis legalább az egyik törekszik arra, hogy komolyan vegye a másikat. És hogyha partner ebben az interjúban, akkor szerintem abból igazán jó találkozások és, 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 jó videók jönnek létre. Azt mondtad, hogy ezt elismerően hallottad, és persze részben az is, de közben az, a szerint fontos, hogy a néző tisztában legyen azzal, hogy amit lát ezekben a műsorokban, az arra azért így rá van játszva, mondjuk így. Hát rájátszva szerintem azért alapvetően nincs. Tehát inkább arról van szó, hogy amikor ö, most mondok egy példát. Tehát, amikor Géfodor Gáborral beszélgettünk a korábbi politikatudomány munkásságáról, és ő egy ponton azt mondta, hogy azt az ő munkásságát nyugodtan ki lehet dobni, akkor ő nyilvánvalóan mondott egy éleset azért, mert médiaérzékeny ember, és pontosan tudja, hogy ha egy ilyet mond, az jót tesz az adásnak, és ő szeretné, hogyha ez egy jó adás legyen. Ezt én is pontosan tudtam akkor, hogy ő ezt ezért tette, és én meg azt gondoltam, hogy rendben van, akkor ez egy játék, ő földobott egy labdát, én ezt annyival tudom leütni, hogy akkor megkérdezem tőle, lobogtatva kezemben a konkrét kötetét, hogy akkor ezt dobjuk ki, ő azt mondja, hogy dobjuk ki, és én ezt kidobom. És ez egy játék, ez nem egy előre megírt dramatizálás, hanem pontosan arról szól, hogy megérezzük -e azt, hogy egy adott pillanatban lehet játszani a helyzettel. És ettől szerintem nem ferdítjük el a valóság tartalmát a helyzetnek, nem játsszuk túl a helyzetet. Tehát, hogyha én azt nagyon elkezdenék ripacskodni, akkor az valószínűleg nagyon rosszul jönnek és egyébként alásná az autenticitását a helyzetnek. Itt csak inkább arról van szó, hogy így amiért izgalmas, az részben az, hogy történik egy állítása adott esetben Géfodor Gábornak, és az kiderül, hogy nem csak mint állítás éles és izgalmas, hanem fölveti azt a lehetőséget, hogy megérthetjük egymásból, hogy most hirtelen van egy játék helyzet, és abból mit tudunk kihozni, és hogyha ez egy ha az egy frappáns, érdekes, a mondani valót inkább erősítő sem, mint ilyen túl teatralizáló gesztus, akkor szerintem az jót tesz annak, hogy így a nézők számára is érvényes legyen majd a kamerán keresztül, mert ők nem ülnek bent a térben. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy ami most itt köztünk történik, ez egy, nagyon szenzuális helyzet, mert egy csomó mindent látunk, tapasztalunk, érzékelünk egymásból, de ennek a töredéke jut át a kamerán keresztül, és akkor fog tudni, tehát például az a fajta játékosság, ami mondjuk a G. interjúnak a része volt, azt szerintem ebben a gesztusban tetten válik akkor is, hogyha nem ülnek bent a térben a nézők, és nem tudják ezeket a szenzuális érzéki tapasztalásokat elsajátítani, ami a térben egyébként a rendelkezésünkre állna, csak hát szűke a befogadókészség a térnek. 2010-ben, 24 évesen az ügyvezetője lettél a Krétakörnek. 2011-ben. 11-ben, akkor 25 évesen. Azt gondolom, hogy egy művészi körökben mozgó ember... Pocsék mondjuk, ügyvezető voltam. Akkor ügyvezető voltam. De hogy mondjuk egy művész körökben mozgó, meg ilyen műben gondolkodó ember mondjuk kamaszkorában szerintem nem feltétlenül arról álmodozik, hogy a 20 éveiben milyen jó lesz támogatások után rohangálni, meg nem. intézményi ügyekkel foglalkozni, meg, meg ilyesmi. Nem, Miért? de ott volt egy helyzet, ott volt egy helyzet, amiben azt éreztem, hogy tehát ahhoz, hogy az a közösség, amit Krétakörnek ismertünk, működni tudjon ahhoz, ezt meg kell lépni, mert kellett egy ügyvezető, senki nem, más nem volt a környéken, és akkor ezt én, mivel én nagy, rajongója voltam, és vagyok most is uh, Árpádnak, meg azt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos ügy, aminek én nagyon sokat köszönhetek, akkor ha most ez az, ami a közösség működéséhez szükséges, akkor ezt megteszem. De ez nem valami áldozathozatal volt, ez egyben nagyon izgalmas is volt. Tehát azért ez egy, uh, nekem addigra már voltak ilyen produkciós vezetői uh, tapasztalataim, láttam, hogy ebben nekem van bizonyos készségem, vagy képességem, és azt is érezékeltem, hogy ez most egy felelősségteljes dolog, és én azt imádtam, hogy most valami olyasmit csináltok, ami az általam rajongásig szeretett Krétakörnek, ami tényleg kamaszkorom egyik legfontosabb osabb ilyen élményforrása, hogy annak, hogy én most valami olyan adhatok, amitől így tényleg működni tud, és, 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 és hát ez egyszerűen csodálatos. Ne? De közben pocsék voltál. Nagy nagyon, nagyon, nagyon rossz voltam, nagyon-nagyon rossz. Miért? Hát minden szempontból. Hát mire én beletanultam abba, hogy hogy kell prudensen pánni pénzekkel, mire én beletanultam abba, hogy hogyan kell munkatársakkal foglalkozni, hogyan kell egy egyszerű meetinget értekezletet levezetni, hogy milyen felelősséggel tartozol, hogy hogyan kell információkat átadni, úgy egyáltalán. Tehát hogy, tehát, hogy, nagyon bejöttek azok a rossz szocializációs, ö, nem tudom, elemek, vagy szóval ilyen panelek, amelyeket mindannyian elsajátítunk a magyar közoktatásban, meg az egyéb ilyen szintereken, ahol mondjuk munkát végzünk bérmunkát, és hogy így ugye azért ezek alapvetően nagyon tekintélytisztelő, rendkívül módon autoriter helyzetek, és azt tanuljuk meg, hogy a vezető az, aki, aki ténylegesen folyamatosan az autoritás képviselve, de azt egy ilyen nagyon kegyetlen és nagyon számonkérő módon uh, működteti, pont azért, mert hogy az a működő képességnek az áloga. És én ezt ilyen rossz paródiává formálva működtettem magamat ügyvezetőként, hát nyilván az egy olyan időszak volt, szóval ott így nagyon elszaladt szerintem velem a ló, már abban a szempontból is, hogy az első ilyen megjelenéseim a, a közélet porondján azok ilyen nagyon attraktívra sikerültek, <haz> e... nagy érdeklődést keltettek, nyilván én ezért tettem is, és akkor így azért hamar elszalad az emberrel a ló, pláne nyilván szerintem 20 éves kora elején a legtöbbünkkel elszalad a ló, velem különösen elszaladt ilyen szempontból a ló, és onnan, tehát volt honnan visszajönni később. Megnézhetünk most egy ilyen pillanatot? Nem tagadom! Oh. <hazor> Fárasztó! Négy óráig tartott a döntés meghozatala. De elhangoztak ellenérvek, elhangoztak támogató érvek. Minden véleménynek tere volt abban a teremben. És ez hozhatta létre azt az élményt, hogy soha eddig ennyi diák nem vonult Budapest utcáin azt követelve, hogy ne adják ki őket a döntéshozatalokból. Egyébként szerintem jól állt a fehérhaj. 2012, ez ugye egy uh, diák tüntetés, amit Igen. a felsőoktatási keretszámok egy csökkentése. Hat, hat Így van. van. Én egyébként ott voltam ezen az eseményen index tudósítóként, és én is uh, nagyon meglepődve láttam, hogy a diákok között egyszer csak előlépett egy. Uh, Platina kulturális, egy platina szőke, igen, valami ilyesmit is írtunk a tudósításba, hogy egy popstár és egy néptribűn keverékeként igen, hadonászó a figura, aki nem a diákok ügyében lép fel ráadásul, hanem ilyen kulturális állami kiadások csökkentése témában. Most, amikor megnézed ezt a jelenetet, mit gondolsz erről? Hát egyről semmi keresni nem volt ott, mert ez egy diák volt. Nem is tudom, hogy hogy kerültem igazából oda. Kettő, hogy ez volt az első nyilvános beszédem szerintem, vagy ilyen nagy, nagy nyilvánosság előtt, az szerintem imponáló, hogy papír nélkül mondtam el, amit elmondtam. Meg az is volt, hogy ami engem később is mindig halálosan idegesített, tehát hogy szerintem a tüntetéseknek, a magyarországi tüntetés, minden tüntetés az a problémája az, hogy így egyszerűen az emberek nem értik azt, hogy itt emberekhez kell beszélni, és annak vannak ilyen, hát, performatív, dramaturgiai, retorikai és így tovább kívánalmai. És akkor én azt gondoltam, hogy most ez, ez, egy nagyon unalmas helyzetnek néz ki, és egy olyan beszédet kell mondani, amiben van kakaó, van kraft. Egyébként szerintem nekem tényleg nem kellett volna ezen a tüntetésen beszélnem, mármint ilyen eljárásrendileg szerintem ez problémás. Nem tudom, hogy, hogy kerültem oda, tényleg őszintén mondom, tehát hogyha valaki nézi ezt az adást és tudja, akkor nyugodtan kommentelje be. Nyilván valamilyen módon túlmozgással ezt így elértem, hogy ott legyek. ami még egyébként ebből a tüntetésből nekem nagyon megmaradt, és ez a mai napig iszonyatosan kedves emlék, hogy lejöttem, ugye ez a műegyetemen hangzott el, és lejöttem a pulpitusra, és hátul mentem, és akkor egyszer csak egy karigy elkapott hátulról, és megfordultam, és idős bácsi volt ott. Kiderült, hogy ő 56-os műegyetemista, és odaadta a szalagját, amit 56-ban hordott. És azt mondta, hogy mostantól ez legyen nálam. És ez az egy, szóval az, azért az, kemény szerintem nagyon. Ami érdekesebben, hogy ez a figura, akit ott láttunk, ő nem volt egy különösebben balos ember. Ugye nemrég beszéltél erről a Besz... belépési küszöb című podcastben, de talán, talán ezt nem hallotta mindenki, milyen politikai nézetei doltak akkoriban? Hát... Euh, nehéz pontosan rekonstruálni, és nem akarok nagyon ott blöffölni, vagy hazudni. Nyugodtan mondd ki azt, amit elmondtál abban a műsorban. Hát, hát euh, én... Szóval én kamaszkoromban inkább voltam szerintem konzervatív liberális, később egészen majd, hogy nem libertárius, és akkor ekkoriban szerintem ilyen, hát ilyen szociálisan érzékeny liberál-konzervatív valami. Szabadságjogi kérdésekben nagyon elkötelezett, amit egyébként szerintem egy fontos hagyománya a liberalizmusnak, és nem gondolom, hogy egy ellentétben állna csomó mindennel, amit egyébként meg mondjuk egy szocialista alapállásból fontosnak tartunk, csak szerintem prioritások húzódnak máshol. Um, úgyhogy úgyhogy akkoriban valóban inkább azt gondolom, hát azért az első megnyilvánulásom az az volt, amikor a 2011-es áprilisi alaptörvény elfogadás miatt szerveztem egy egy megmozdulást, és akkor egy ilyen pekment formáztunk, ami megette a paragrafus jelet az Alkotmány utcában. És tehát például az is szerintem tök fontos ilyen szempontból, hogy ott nekem a performativitása az akciónak sokkal fontosabb volt, mint az, hogy emberek éppen szétbasszák a harmadik köztársaságot, és éppen a korábbi <laughs> alkotmányunkat elszedik, és akkor nekem egy esztétikai élmény megképzése volt a fontos. Tehát hogy azért ez is egy ilyen dolog, hogy így, hogy így én, meg, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy, a, hogy az esztétikanak önmagában van egy ilyen nem tudom én, formáló ereje. És egyébként érdekes módon most is azt gondolom, hogy az esztétika az, az politikai kérdés, de hogy nem mindegy, hogy hogyan formáljuk meg ahhoz, hogy ténylegesen politikai jelentőséggel bírjon. Honnan jött a baloldaliság aztán? Több forrásból, de leginkább szerintem a, a város mindenki csoportból. Uh, mi Bánitnak és udvarai Tesszának van ebben meghatározó szerepe. Egyszerűen ők csináltak egy olyan kezdeményezést, ami azt gondolom, hogy egyedülálló volt a 2010-es évek Magyarországán. Uh, ők lehetővé tették azt, hogy hajléktalanságban élő emberekkel, középosztálybeli emberek találkozzanak és közösen dolgozzanak. És ez egy ilyen sokkolóan, ez egy sokkoló helyzet volt számomra. Nem azért, mert találkoztam volna korábban szegénységben élő emberekkel, én találkoztam, sőt én, én, én szempontból, na mindegy, szóval nekem volt ezzel már kapcsolatom, de nagyon más az, amikor kapcsolatban vagy valakivel, aki szegénységben él, és nem tudom én, mondjuk, az édesapámat kísértem el új filmforgatásra Erdélybe, Parajdra, ahol egy ö, nagy szegénységben élő parasztasszonyról forgatott, és akkor ott láttam, hogy mit jelent a döngölpadló, láttam, hogy mit jelent, amikor reggel-hajnalban kell kelni, fejni. Tehát szóval én azt láttam, de az nagyon más, hogy odamész, ott vagy. Élvezem, nem tudom, és akkor aztán csak van egy olyan helyzet, hogy azt mondják, hogy na, és akkor mi most közösen fogunk politikai küzdelmet folytatni. És amikor az van, hogy egy ilyen nagyon eltérő helyzetű emberrel, akinek teljesen mások a kulturális normái, teljesen mások a szocializációs alapjai, és ez a lényeg, hogy nem rosszabbak, vagy nem értéktelenebbek, hanem mások. És azt megtanulni, hogy itt nem az van, hogy így el kell játszani, hogy értet, hogy miről beszélek, hanem hogy így az van, hogy, hogy el kell fogadni, hogyha egy demokratikus közösséget akarunk csinálni, akkor az ő tapasztalata legalább annyira releváns, mint az enyém, és nem azért, mert nekem ezt föltétlenül mondanom kell, mert máskülönben, ha, hanem hogy egyszerűen csak úgy tudunk közösen dolgozni, hogyha a tapasztalatait ő is képes releváns módon hozzátenni a közöshöz, és azokat a kompetenciákat biztosítjuk egymásnak, ami a másiknak nincs meg. Én el tudom mondani, vagy tudok segíteni abban, hogy hogyan lehet egy beszédet hatásosan elmondani, de fogalma nincs arról, hogy például mondjuk mit kellene változtatni ahhoz, hogy a hajléktalanságban élők számára mondjuk meg lehessen haladni azt, hogy kizárólag az utcai ellátásban tudnak kapni bármilyen fajta releváns segítséget. Én nagyon-nagyon sokat tanultam az AVM-ből, az alapvető politikai szocializációm szerintem ott történt meg, és azért az is fontos ebből a szempontból, hogy én a krétakörben megértem szintén azt a folyamatot, valamelyest talán motorja is voltam ennek, hogy, hogy egyre inkább direktben politikai uh, szervezetté váltunk, és a művészet annak volt az eszköz, hogy hogyan lehet politizálni. Szinte biztos voltam benne, hogy Misetics Bálintot em emlegetni fogod, vele kapcsolatban is van egy jelenet. Bálint is megérne abszolút egy portré műsort, sőt, szerintem igazából én meg egy portré A Ha valaha lesz még szerencsérenek a szerencsétlen városnak, akkor meg fogja még azt érni, hogy Misetics Bálint legyen a szociális ügyi alpolgármestere, vagy lakhatási ügyi alpolgármestere. Tőlem. Nem tőlem kedves, nem szeretném, hogy ezt végre majd egyszer bevállalnád. Ez már ugye később készült 2017-ben, és aztán 2019-ben az történt, hogy Misetics Bálint lett Karácsony Gergely szociálpolitikai és lakásügyi főtanácsadója. Abba szerintem most nem menjünk bele, hogy értékeljük, hogy ő milyen munkát végzett, én ehhez nem értek eléggé. Arra viszont kíváncsi vagyok, hogy Rád milyen hatással volt az, hogy egy neked ennyire, ennyire hozzád közel álló, ennyire alapvető ember politikai szerepet vállalt? Halálosan büszke vagyok rá. És azt gondolom, hogy a Bálint azon nagyon kevés emberek egyike, aki hajlandó volt olyan Áldozatot vállalni, és ezt így mondom, hogy szerintem konkrét áldozatot vállalni azért, hogy közpolitikai változások legyenek ebben az országban. És ez nagyon fontos, mert szerintem nagyon sok olyan helyzet volt, és még több ilyen helyzet lesz szerintem, amikor nagyon fontos lesz az, hogy akiknek van tudása, tehetsége, elképzelése, víziója és politikai ereje is, vagy izomzata pontosabban, hogy elmenjen közpolitikát csinálni hogy ténylegesen vállalja is ezt a felelősséget. Tehát a Bálint bemente abba a városházába, ahol bár oké, okay, hogy a főpolgármester egy fontos szövetségese, de hát azért ott van egy olyan 30 éves hagyomány, van egy elmúlt 10 éves hagyomány, amit hát iszonyú nehéz megváltoztatni, és nem azért, mert ellenállók lennének a hivatalnokok, és nem azért, mert feltétlenül rossz indulatok lennének, hanem mert nem arra volt szocializálva, nem arra van szocializálva ez a város, és pláne ez a társadalom, hogy például a lakatás az egy politikai ügy, hogy például mondjuk az, hogy hajléktalanságban élő embereket lakáshoz juttatnak, hogy az, az, az egy ilyen skandalumnak számít hogy így miért akarnák, hogy emberek lakásban éljenek, miközben a világ legtermészetesebb dolog, hogy embereknek lakásban a helyük. És hogy ö, szerintem az is nagyon fontos, hogy a itt azt is vállaltam, és szerintem különösen tiszteletre méltó, hogy, hogy azért nagyon kevés eredményt lehet úgy elérni, olyan értelemben elérni, hogy, hogy nyilván most egy olyan országról beszélünk, ahol mától kezdve tízezereknek kellene szociális bérlakást biztosítani, de lehet, hogy százezereknek. És akkor ehhez képest van az, hogy két év alatt, néhány tucat lakást a hajléktalanságban élők számára meg lehet csinálni. De az akkor is néhány tucat lakást. Tudnál vele interjút készíteni, vagy azt gondolod, hogy olyan kapcsolatban vagytok, hogy ezt nem tudnál abban a szerepel. De tudnék, abszolút. abszolút. De, és volt is ilyen terv, meg van is ilyen tervem, majd valószínűleg a választások után. Ugye ez a műsor már azért készült el 2017-ben, mert addigra sokkal ismertebb lettél egy 2017 áprilisi, igazából hat nap Na, köszönhetően, hogy így visszanéztem az eseményeket, volt hat nap, ami alatt neked nagyjából megváltozott az életed. Hát ha gyorsan azt az eseményeket végvesszük, ugye 2017. április 10-én este Áder János aláírta a CEU törvényt, bár ez nem volt nagy meglepetés, de mégis lett belőle, hogy egy ilyen spontán felháborodás néhány ezer ember fölment a Sándor palotához, ezek között te voltál az egyik, és ugye eldobtál egy sárga festék bombát. Akkor elvittek a rendőrök, téged és Varga Gergőt, Jött két nap, amikor ti őrizetben voltatok, az alatt volt egy tüntetés, aztán jött csütörtökön ugye a tárgyalásotok, amit uh, akkor is uh, akkor slime volt ugye a videócsatornád, az adta Facebook élőben, és olyan nézettsége volt, amit én akkor még nem láttam szerintem uh, Facebook élőkön. Tehát nem tudom, napközben ment, és ezért nem egy lángoló város volt, hanem egy tárgyalás, és Igen. nem tudom, nézték tízezren élőben. Majd megkaptátok ugye a közmunkabüntetést, és még azt hiszem, hogy aznap este kijött a riposztnak az a cikke, amiben buziztak téged. Ami hát akkor még igen. Igen, amiben az még szintén annyira azért nem volt napi gyakorlat, mint akkor. Igen. Ez most négy nappal az első esemény után. És akkor utána még történt az két napon belül, hogy gyorsan leforgattatok egy támogatási videót, ugye a Slime csatornának, ami akkor még szintén nem volt ekkora divatja, mint most. Ö, azt ki is raktátok gyorsan, majd aznap este még meghirdetted szombaton este a választási rendszer megreformálásaért megreformálása küzdő mozgalmat. Ez hat nap volt, de szerintem ez máig hat az életedre. Térezted, hogy meg kell most fogni azt a pillanatot, hogy most Persze. ki kell rakni egy támogatási videót, mert most figyelnek rád annyira, hogy ebből fel lehet építeni egy YouTube csatorna hosszú távú jövőjét? Egyrészt igen. Másrészt viszont sajnos ennyire nem voltam tudatos, mert abban az értelemben, hogy ezt nem akkor forgattuk le, ez már korábban be volt árazva, csak a véletlenek szerencsés összejátéka így hozta ki, és akkor viszont már volt egy anyagunk, és hát persze, hogy most rakjuk ki, mert most van figyelem, és ebből meg lehet építeni a YouTube csatornát. Nagyon izgalmas volt az, hogy milyen pillanatban állt össze ez így, mert tényleg az van, hogy egy nagyon szimpla fölháborodás pattintotta ki az egészet. Ugye Kósolajos bement a tévébe, és olyan színvonalon beszélt a CEU bezárásáról, ami számomra ott tényleg elpattintotta a cérnát. És akkor még inkább voltam hajlamos arra, hogy az indulataimat azt így azonnal meg akarja élni, és azonnal ki akarjam fejezni a nem tetszésemet. És akkor így mentem el a Sándor Palotához, így dobtam ezt a festéket. Ez a festék történet, ez, 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 már régóta volt, tehát ezt így többen beszélgettük, hogy egyszer egy lélektani pillanatban ez egy nagyon-nagyon jó eszköz lenne arra, hogy lehessen valamit esetleg kezdeni, majd ez most utólagosan is igazolja az összes ilyen riposztos, 88-as narratívát de nem tényleg, hát hogy nyilván az ember nézi azt, hogy más helyeken mi működik ellenállásban, attraktivitásban, stb. És ez a festék, ez egy ilyen nagyon erős dolog volt, pláne azért, mert a Fidesz számára a narancs az egy ilyen kezdetek óta meghatározó szín volt, tehát hogy mindenki tudta azt, hogy a narancs, az Fidesz. És hát ezt kell kifejezni, hogy ez a köztársasági elnök hivatal, ez egy Fideszes intézmény. Na most akkor belemenni a kronológiába hosszan, a lényeg az, hogy igen, nagyon jól jött ki ez a dolog, de nagyon kevesen volt, hogy jól jött ki, és akkor itt most elárulok egy titkot, ha nem annyira balfasz az ügyészség, hogy ebből ügyet kell áll, ha nem annyira balfasz, hogy azt mondja, hogy engem bent tartanak 72 órára, akkor ebből simán lehetett volna egy olyan uh, helyzet is, hogy én ott úgy felsülök, ahogy annak a rendje. Mert mi történt valójában? Én eldobtam egy flakont, ami nem talált el a festékkel a palotának a falát. Hát nem is volt egy különösebben látványos dolog. Igen. Semmi nem történt ott a helyszínen. A kövezetem volt szétszóródva. De azzal, hogy a rendőrök ott hegyből erőszakosan előállítottak, az, hogy utána mentek a Varga Gergőnek, azt, hogy másnap engem a ügyészségre bevittek, onnan átvittek a nem tudom hova, hogy 72 órára, tehát ezt a rendszer fújta föl egy nagyon egyszerű helyzetnek totálisan fölülve. Üm, és nyilvánvaló volt, hogy miközben, tehát hogy, és nyilván volt, hogy innentől kezdve ez egy, ez egy, ez egy helyzet, amit használni kell arra, hogy rendben van, akkor most átcsoltak alá egy színpadot, akkor elmondom, hogy mi a kritikám a rendszerrel. És szerintem azon a beszéd, abban a beszédben, amit ott mondtam a bíróságon, ott ez sikerült igazából elmondani. És szerintem nem azért, tehát itt nem a festék volt a lényeg, itt nem a CEU volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy van egy, volt is, van is, egy masszív elégedetlenség a társadalomban, ami nem találja a formáját, hogy hogyan lehetne neki hangot adni. Akkor még plán nem találta, mert nagyon rossz állapotban voltak az ellenzéki pártok. Nem nagyon tűnt úgy, hogy lenne bármifajta erős együttállás, amiben lehetne hangot adni a kormány a szemben elégedetlenségnek. Tüntetések sem voltak nagyon akkoriban, ez az egész úgy is úgy látszott, hogy tényleg ezek mindent letolnak a torkunkon. Ez egy 70 ezeres tüntetés után voltunk, és nem lett semmi, semmi idézőjelbe eredménye. Tehát, hogy, 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 nagyon kellett már szerintem egy olyan pillanat, amiben ez így ki tud fejeződni. És nekem meg az volt a szerencsém, hogy ott akkor éppen úgy álltak össze a csillagok, meg a nem tudom hogy erre éppen alkalmas voltam. De, de ez, ez lutri. De ugyanakkor szerintem egy nagyon fontos, hogy a politikában nagyon sokszor van lutri. Tehát, hogyha megnézzük szerintem az Orbánnak a legnagyobb húzásaiban, nagyon vastagon ott van a lutri. Én nem a tervezettséget látom, hanem azt, hogy van egy olyan intuíciós készség, és ez szerintem iszonyú fontos, és nagyon alul értékelt a politikában, hogy képes meglátni azt, hogy hogyan lehet azonnal váltani, nagy kockázatot vállalva, de mégiscsak politikai győzelmet aratva. Hát legutóbb ilyen példa volt, bocsánat, aztán nyugodtan szól hogyha elkalandozok, de hát a, tehát ahogyan a Fudán ügyet lekezelt egyik napra a másikra, az ugyanez. Tehát az, hogy bevállalni egy ilyen homofób szarságot, ami végül átment a parlamenten, azért ennek komoly politikai költsége van. De, azonnal, de, de, de ott érezte a csávó, hogy, ha Fudánnal megyek tovább, abban sokkal több károm származhat, mint a homofób törvényben, amit idehaza tudok úgy keretezni, hogy az én választói bázisomat ne szedje szét, sőt, akár még hozzon is neki. És az, hogy ezt így meg tudta lépni, azon is múlik, hogy van hozzá, nem tudom, egy hátország, meg van politikai gépezet, de az intuíció szerintem az nagyon fontos, hogy hogy, 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 hogy megérezni azokat a pillanatokat, amikor lehet valamit föltenni a porondra, és lehet annak figyelmet szerezni. Hát ha viszont ezt az analógiát használjuk, akkor, akkor az akkori politikai lépéseidnek mondjuk felemás a mérlege, mert a YouTube csatornát akkorat sikerült megerősíteni, de amit ugye aznap este bejelentettél, a választási rendszer megváltoztatásáért küzdő mozgalom, az ugye fél évet ért meg, és bár azt ígértétek, hogy utána ősszel, ha nem változtatják meg a törvényeket, akkor ősszel a polgári engedetlenség lesz, ezt végül lefújtad aztán. Igen. Azt elmondtad már sokszor, Az egy miért... de szerintem erről beszéltem Igen, a választás de nem, után meg... Erről beszéltél, és ezért nem is ezt akarom kérdezni, hanem azt, hogy... Lugodtan. Akkor milyen érzés volt? Tehát, azért voltak körülted emberek, akik mondjuk egész nyáron erre készültek, fellelkesültek, ott voltak melletted, és mondjuk készek lettek volna megtenni bizonyos dolgokat. Nekik belenézni a szemükbe, és azt mondani, hogy nem lesz semmi, az milyen volt? a mai napig van miatt a lelkismert és azt gondolom, hogy akiben van emiatt csalódottság, az joggal csalódott. Én ott fölkorbácsoltam olyan reményeket ezekben az emberekben, hogy olyan politikai mozgalmat építünk, ami a változásnak a motorja lesz, és a választási kudarc utáni csalódottságomban én azt éreztem, hogy ezt nem akarom folytatni. Egyébként azt is mondom, hogy itt döntöttem el azt, hogy nem vagyok arra jelenleg alkalmas, hogy politikával politikusként foglalkozzam hangsúlyozom, hogyha majd esetleg 30 év múlva egy következő plankó Geri, vagy akár te magad mondjuk egy nem tudom, képviselőjelölti, vagy bármilyen más kampányom indításakor előveszi ezt a felvételt, hogy nem tartom kizártnak, hogy valaha majd politikai szerepet vállaljak, de ott rájöttem arra, hogy nem, nem vágyom arra, ami, amivel együtt jár egy ilyen politikai mozgalomnak az együtt tartása. De nem van egy ilyen obszesszív-kompulzív munkátika, tehát én nagyon szeretem magamat tenni dolgokba, és ilyen tényleg mániásan működtetni, de ez a fenntartatóság nagyon sokszor a kárára megy, vagy a rovására. Egyébként bizonyos szempontból a Krétakörre is ennek lett az áldozata, bizonyos szempontból a Humán Platform is ennek lett az áldozata, a közös országmozgalom is, és bizonyos szempontból a partner az első olyan intézmény, amit már nagyon tudatosan úgy építek, úgy építünk, hogy az én obszesszív, kompulzív működés módon ellenére is fenntartható legyen, és erre nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektetünk. Tehát, hogy én ezt úgy építem most, és úgy kérem a munkatársakat is, hogy dolgozzunk együtt, hogy ez egy olyan intézmény kell, hogy legyen, ami idővel tőlem függetlenül is működik, mert akkor lesz csak igazán fontos és jelentőségteljes hatása a magyar nyilvánosságban és a magyar társadalomban. Szóval visszatérve rá, és a kérdésedre, um, a, azt gondolom, hogy tisztességes volt a döntés abban a szempontból, hogy nem álltattam senkit, hogy ezt tudom folytatni, de ezzel együtt is nyilvánvalóan ott nagyon sokakban maradt olyan rossz érzés sérelem, amit szerintem a mai napig felhánytorgatnak, vagy ha nézik mondjuk ezt a videót, akkor azt fogják majd mondani, hogy, hogy ők képesek megbocsájtani. Szerintem ez, egy, és akkor még egy dolog, mert ez szerintem iszonyú fontos. Tehát ott a közös ország mozgal, ami nagyon sok mindent megtanultam. Megtanultam például azt, hogy mennyire erőteljes kötőerő tud lenni emberek között a politikai azonosság. Tehát, hogy ezt abszolút nem gondoljuk. Tehát azt gondoljuk, hogy embereket csak is a, a erotikus, szenzuális, szexuális affekciók, meg ilyen élmények képesek igazán összekötni, pedig a politika, az legalább ugyan ilyen erős tud lenni. És én ott láttam kapcsolatokat születni, olyat, ami azóta, már házasságá is vált. Láttam azt, hogy olyan születtek olyan barátságok, vagy, vagy ilyen szövetséges jelentási helyzetek, amik a mai napig kitartnak. Hát a közös ország mozgalom után nagyon sok ilyen egyéni kezdeményezés elindult, amelyek ilyen nagyon fontos motorjai voltak tüntetéseknek, vagy most például mondjuk majd a szavazatszámlálásnak, és így tovább. Tehát, hogy sok ilyen kis sejt elindult, ami a komból vált ki, és emberek, akik fel voltak háborodva, vagy ezt miért nem lehet folytatni, egyrészt másrészt meg szerették volna folytatni, elkezdtek saját dolgokat is gründolni, és ennek volt jelentősége. De hogy csak ezt akarom mondani, hogy, 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 hogy nekem ez volt a legerősebb tapasztalás, hogy milyen csodálatos az, amikor politikai véleményazonosságban lévő emberek elvtársias együttműködést képesek vállalni, és képesek e, ilyen módon kapcsolódni egymáshoz a politikán keresztül. Visszanézve feltűnik, hogy most már mondjuk, hogy a harmadik szerepedben vagy te a, a, nyilvánosság előtt. Tehát először volt egy ilyen kultúrharcos, mondjuk, talán ez egy kicsit leegyszerűsítő, de hogy azért inkább a színház világából érkező politikusabb és de mégis inkább egy ilyen kultúra közeli figura, aztán egy egyértelműen politikai aktivista, és most pedig egy műsorvezető, az érdekes is, majdnem pontosan a, az Orbán kormány ciklusait követi, követik Igen. ezek a váltások. Az, hogy te ezt ilyen rövid idő alatt ekkora váltásokkal meg tudod csinálni, és úgy, hogy minden szereppel azért láthatóan teljesen azonosulsz, én igazából sok ilyen figurát nem látok a magyar közéletben, hogy emögött mi van. Hát ezt most analizáljam magamat itt előttetek a négyes kamerák előtt. Hát nem tudom, nem tudom. Nem tudom. Hát nagyon sok minden érdekel, ami nyilván egyfajta felületesség is. Nagyon Ugye két, azt szokták hogy a művészet és a politika az a két szintér, ahol a legalacsonyabb erőbefektetése lehet a legnagyobb érvényesülési Profit, vagy a leginkább kimaxolni az érvényesülés lehetőségét. Szerintem én ennek az élő bizonyítéka vagyok, tehát azért azt szerintem valahol részben érthető, részben mókás, és egyébként, ha alapvetően mi gondoljuk, akár ijesztő is, hogy egy középiskolai érettségélem, a Magyarország, hát kvázi nem tudom, milyen riporter lehetsz a politikában. Tehát, hogy tudsz olyan, riport, olyan interjúkat készíteni, ami ilyen szempontból tematizáló és meghatározó. Ez részben nagyon demokratikus, de részben meg azért valahol tényleg problematikus is szerintem. A szerephalmozása meg tényleg egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy túl sok minden foglalkoztat, túl sok szeretné szeretnék foglalkozni. Hát ott a Partizánban is olyan tervek vannak, amelyek, ha majd napvilágot látnak, messze túlmutatnak a hagyományos hírszolgáltatáson, vagy a hírmédiumnak a keretein. De engem igen, engem nagyon kiterjesztetten érdekel az, hogy mit jelent a mozgókép. Érdekel az, hogy a mozgóképkészítésnek mi a politikája, mi a mozgókép, előállításnak a hatása, mi a társadalmi e, funkciója, ezekben milyen e, módon lehet adott esetben a közösségszervezést, a politikai reprezentációt, a politikai közömet és így tovább összehozni. Tehát engem egy ilyen totalitásában érdekel ez a dolog, és, és ebből van az, hogy az én 20-as éveim tényleg elmentek azzal, hogy próbálom innen is, próbálom onnan is, valamiben full nem vagyok, valamiben csak elviselhetetlen, e, és akkor megpróbálom ezeket így úgy összehozni, hogy, hogy annyival, hogy okozzak irritációt, de az irritáció ne elidegenítő legyen, hanem inkább kíváncsiságot felkeltő. De hogy benne lesz közben tudatos, hogy váltogatod ezeket a szerepeket, vagy azért belülről ez egy szervesebb sztorinak tűnik? Szervesebbnek tűnik, de hát azért az egy teljesen egyértelmű dolog, hogy az ember így le, tehát hogy hogy ugyan, persze, meg, meg, tudom magyarázni magamnak, hogy miért vagyok abban az állapotban, amiben vagyok, azért, hogy így kontinuitást képezzek a korábbi állapotaimmal, de Nézd, szerintem erre igazából majd, nem tudom, 40 év múlva lehet érdemben választ adni, hogy ez kiad-e valami olyan egységes képet, amiben utólag azt tudom mondani, hogy én ezt akartam már a kezdetektől, mert nekem erre megvan a vízióm, vagy pedig az lehet, azt lehet mondani, hogy hát ö, belekapott ebbe, belekapott abba, voltak ilyen vagy olyan dinamikái, de hát alapvetően egy hebráncs senki állzi. És mindkettő benne van, ö, és hát nyilván azon küzdök, hogy ne az utóbbi teljesüljön. Hadd hát tegyek fel két családi kérdést. 2018. április 7-én, egy nappal a választás előtt, ugye kitettél egy videót, Mamukám lejön a Fideszről címmel. Amit abban édesanyád elmond, az uh, igazából a kiábrándult fideszes, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát minden benne van az Orbán rajongástól a, a teljes csalódásig. Közben viszont tudjuk azt, hogy ez a szerep, tehát, vagy te szerep, ez a politikai út, ez igazából elég ritka. Tehát vannak csalódott fideszesek, de az összességében kevés. Miért van az, hogy amit ott édesanyád elmondott, az ennyire ritkaság? Ez jó kérdés, nem tudom. Nem instruáltam, tehát nem az volt, hogy ki találtuk, hogy anyám akkor semmi és nem volt. Ott egy dolgot bánok, hogy azt egy héttel korábban kellett volna megcsinálni. Nem azt mondom, hogy bármit változtatott volna, csak pont nem tudott eszem az volt, hogy szombat reggel ki, és vasárnap volt a választás, tehát tényleg már e, hallottnak a csók. De hát ezt, ez, ez nyilván nagyon adta magát, tehát én ismertem édesanyám történetét, e, ismertem az ő politikai változásait, és hogy, e, hogy miért alakult ki ilyen kevés... Szerintem alapvetően azért, mert az az édesanyám is az volt az elsődleges motiváció, hogy látta az én történetemet, és látta az én küzdelmemet a rendszerrel vagy rajtam keresztül kapott olyan impulzusokat, amelyek kizökkenthették. És neki is ez volt az elsődleges motiváció. És aztán szerintem nagyon fontos volt az is, ezt szerintem abból a videóból is talán kiderül, hogy amikor a Simicska Média Birodalom akkor még fordult egyet 16-tól 18-ig, hogy azokat a csatornákat, amiket korábban azért nézett, mert ugye elmondták, hogy mi az, amit kell gondolni, vagy, vagy, vagy amit kell követni a Fideszben, az hirtelen elkezdett más tónusban megszólalni. Tehát, szerintem annak direkt drámai hatása lenne, hogyha mondjuk a köztévében kapna mondjuk műsoridőt az ellenzék, és egyébként szerintem ezt ki kell követelni. Tehát nem lehet egy olyan választás még egyszer ebben az országban, ahol a választási időszakban tényleg arra mennek be a képviselők, hogy öt percig őket ott tényleg szívassák, Tehát, hogy, hogy rendes műsoridőt kell kikövetelni, és ez a választásoknak szerintem egy alapfeltétele, mert nem tudjuk, hogy milyen hatása lenne. Én a saját édesemben azt látom, hogy jelentős hatása lenne, ha más narratívákkal is találkozhatna. Tehát szerintem ez alapvető fontosságú. A másik családi kérdés pedig, hogy édesapád Ulyás Gyula filmrendező idén, augusztus 20-án Kossuth-díjat kapott. Igen. Az ő munkásság mit jelent neked? Hát, ö... az, egy, az, egy, az, egy, az egy komoly örökség. Ugye az a helyzet, hogy az én édesapám tényleg egy rendkívüli dokumentumfilmes, most működtetlen attól, hogy családérintettség miatt nyilván van egy ilyen leköteleződés, de azt hiszem, hogy nem mondanám ezt, ha nem gondolnám, hogy így van. Ö, ő a magyar dokumentumfilmezésnek egy olyan hagyományához tartozik, ami méltatlanul alul reprezentált. Úgy itt a magyar dokumentumfilmezés szerintem méltatlanul alul reprezentált. Egyrészt nincsenek hozzáférhetővé téve ezek a filmek nagyjából semmilyen formában. Tehát a nagybátyám digitalizálta be ezeket, így vannak meg, és így lehet őket ma mai napon a családon belül mondjuk például megnézni. Tehát hogy, 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 hogy szerintem az nagyon nagy probléma, hogy ez nem lehet kapcsolódni. Tehát itt van egy olyan film örökség, most nem csak az apám filmért gondolok, hanem általában nagyon sok mindenre. Most például Jancsó Miklós 100. születésnapja lesz majd most szeptember 25-én, készülünk egy adással, és én például most nagyon küzdök azért, hogy egy Jancsó filmet, amit számomra nagyon-nagyon fontos, azt kópiáról bele, le lehessen vetíteni ebben a városban. Mert úgy egyszerűen lehetetlen az, hogy, hogy Berlinben, London mindenhol lesz ilyen csoró emlékezés, itthon meg hát minimálisan so semmi. És ezek a filmek nem hozzáférhetőek. Tehát, hogy itt van egy olyan filmes örökség, ami, ami konkrétan nem csak úgy, hogy fizikai valójában az enyészeté, hanem nem része az emlékezett történetnek. Tehát nem része a, a kollektív tudatnak olyan szempontból, hogy ez a miénk, és hogy ebbe ezzel lehet, ez lehetne viszonyulni, ezt meg lehetne haladni, el lehetne vetni, lehetne inspirálódni belőle, nem tudom, bármit. Tehát, hogy ez szerintem tök fontos lenne. És ilyen szempontból azt kérdezett, hogy mi a hatása, ezt nem tudom még pontosan beazonosítani, de nyilván az ő érdeklődése, az a fajta hite, hogy a kamerának van ereje, és a filmnek van ereje, és van társadalmi funkciója, az feltehetően és eléggé megalapozottan állítható, hogy tőle eredeztethető. De van olyan, -e, hogy leültök megbeszélni mondjuk a rablópártokat tényleg szakmailag, hogy milyen? Nem. És miért nem? Ez egy messzire vezető kérdés, és erre nem szeretnék válaszolni. Jó, akkor végre viszont el fogunk jutni a bejátszókig, amit már te is régóta vártál. Ugye, amit az egyik ilyen rész, szerep rész, szerep töredék, nem is tudom, hogy nevezzem, amit ebben az interjúban felve, felvettél, az egy ilyen generációs szembesítés, vagy generációs számonkérésként írható le, ami így lépsz fel, közéletünk, popkultúránk, kultúránk, tudatiparunk, ahogy te mondani szereted, figuráival szemben. És hát ezért gondoltuk azt, hogy akkor most nézzük meg néhány részt tőled is. Mi megy a beszéd? Hova siet is? A kulcs, az azt nem maradt, a, a kocsi kulcs is. Hát de most, amikor Orbán Viktor beszél, akkor távozik a békemenetre. Akkor vissza? Hát állj meg és hallgassuk végig, nem? De legalább annyi a tisztelt, hogy miniszterelnök Maga a visszamegyek. Hint, vissza? no. visszamegyek. visszamegyek. Visszamegyek, így van. Hajrá, hajrá, gyerünk! Amikor először megláttam ezt a videót, nagyon-nagyon hangosan nevettem, aztán sírva nevettem, aztán harmadjára már inkább sírtam, mert hogy azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon komoly szociológiai tanulmány. Ez egyrészt nyilván nagyon sablonos választás, de nem véletlenül választottuk ezt. Azért, mert a eddigi legnézettebb videótokban, ugye az a heti heteses interjú, ami egy millió néző felett van, ott az egyik dolog, amit megkérdezel ugye a szereplőktől, az az, hogy hát azért ez a műsor a korábban a polgári Magyarország körében megbántottságot eredményezhetett. Eredményezhetett. Ezután ö, jutott eszembe ez a betét. A Schmidt már nagyon ki volt bukva rajta. Azt tudom. Um, egyébként csak azért, mert az olgát mutattad egy pillanatra, én például neki nagyon sokat köszönhetek abból a szempontból, és ez, ez szintén egy fontos dolog volt, hogy 2010-es évek elején még behívtak ilyen, hát senki házi mitugrászokat. Igen, általában ez akkor Adidas melegítő felsőben jelentél meg ezekben a műsorokban, de most a generációs szembesítésnél mindenki. Nem csak ezt, ezt én akartam mondani, mert szerintem még ez. Hát. Azért nem csinálok például már háttérhatalom típusú műsort, amit ugye itt ez a e, muszáj köztévés riporter szerepét játszottam, ebből volt néhány ilyen videónk, de alapvetően azért nem csinálok ilyen típusú videót, mert az van Magyarországon, hogy ezzel a fajta polarizáló humorral szerintem, szóval, hogy mondjam, szerintem ez, ez tök jó, Én szerintem ez vicces, szerintem ezzel nincsen semmi probléma. De közben azt is láttam, hogy ezt sokan csinálják, akkor esetben jobb színvonalon csinálják, és amit kevesen csinálnak, az pedig az, hogy így átnyúljanak azokon a buborékokon, amelyekben vannak. És közben azt is arra is eljöttem, hogy engem intellektuálisan sokkal jobban érdekel ez. Tehát, hogy például, amikor Tiszavasváriban voltunk, és életemben először találkoztam az Agyvagyar Gyulával, és csináltuk egy négyrészes sorozatot ebből, az egy töredéken rendelkezik, mint ez, de engem jobban érdekel. De igen, de nem is azt az kérdeztem, hogy miért nem csinálod most ezt, hanem hogy miért kéred számon másokon viszont ugyanezt nem számok kérem, problematizálom. Szerintem ez nagyon fontos dolog. Én amikor valamit felvetek, akkor nem az van, hogy miért csinálod ezt a büdös görény, hanem arról szól, hogy így ennek ilyen is ilyen hatása van szerintem, vagy megállapítható objektív tényezők alapján, mit gondolsz erről a hatásról? És hogy szerintem ez egy más dolog, tehát hogy szerintem ezt attól függően, hogy a politikai spektrum melyik oldalán helyezkedsz el, lehet hasfal repesztően viccesnek is gondolni, és lehet rettenetesen bántónak és megalázónak is gondolni. És szerintem ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, amikor mondjuk érted, a, nem tudom, John Stewart csinálja a déli sót, és akkor igen, mi van a konzervatívokkal, mi van a republikánusokkal. Ez inkább elmérgesítette őket, ez inkább hozzájárult ahhoz, hogy ezek az emberek még jobban bezáródjanak a saját vélemény vagy basszák neked, hát azért viseljék már el azt, hogy vicc tárgyai, nem lehet -e egyébként tényleg patika mérlegen a humort adagolni. Ez egy a nehéz kérdés. Egyébként pont a heti életesen is szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy így meddig volt ez egyébként tényleg egy ilyen abszolút, kemény, tökös, nagyon fontos, felszabadító erejű, emancipatorikus projekt, hogy így nevetségtárgyává tette az, a, az első Orbán kormányt, és mikor volt az, hogy így aránytalanul céltévesztett, és a humor nagy ágyúi, hát verébre ágyúval. Ezt nem lehet szerintem mindig nagyon pontosan megállapítani. Én magamra azt mondom, hogy, 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 hogy ha kilépsz, a, közporon, a közélet porondjára, és nem viseled az, el azt, hogy humor, gúny, kacalgás tárgya leszel, akkor ne lépjél ki. Tehát, hogy az, az, az halálosan fárasztó, amikor közéleti szereplők, akik egyébként gennyesen keresik magukat abból, hogy ilyen-olyan szerepeket visznek, halálosan érzetesek attól, hogy hogy, hogy valaki viccelni mert velünk. Üm, szerintem ez túl van gondolva. Ezek a szembesítések hogy mindig nagyon látványosak, legtöbbször jogosak is, itt a kérdés egy kicsit arról szólt, hogy, hogy mondjuk így, hol van ennek a velem. Persze, hogy hát hol van ennek az 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 a Az édesapám rákérdeztél, és én is tudtam, hogy üzen, és a parrat úgy vettem a szemtől. Tehát hogy ez, ez megtörténik spontán módon, érted? Hogy hol van ennek a határa? Tehát, hogy mondjuk ezt a jelenetet azért úgy is el lehet mondani, hogy ha én most nagyon bűntudatot szeretnék benned ébreszteni, akkor úgy. nyilván úgy mondanám, hogy te felső középosztálybeli emberként a kulturális fölényeddel visszajelve, kifejezetten lefelé rugva olyan emberekre mentél rá, akiknek az irónia dekódolására való képessége sokkal csekélyebb, mint a tiéd. És ez igaz. Meg azt is el lehetne mondani, hogy csináltál egy vicces videót. És ez is igaz. És mindkettő igaz. Szóval? És mindkettő igaz, szerintem, bocs, és ez, ez egy nagyon, ez szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, és egy olyan országban, ahol ahol érted a, a magyar Péter eh, gyúrtás cikkéből konkrétan palota forradalom robban ki, ott szerintem nagyon föl kell vetni azt, hogy rendben van, de kinek a humora? Tehát, hogy, 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 hogy a humornak is van bizony osztály perspektívája, tehát, hogy nem minden humor érhető el mindenki számára, és hogy abszolút te osztály alapon szegregálódik ez a kérdés is, vagy tagolódik ez a kérdés is, és hogy... hogy, hogy, hogy hogy szerintem, ha azt mondod, ami az első verzió, szerintem akkor is igazad van, és egyébként nekem is egy dilemma, és közben mégis azt a döntést hoztam, hogy kirakjam, és, mai nap, és, most is kiraknám, mert ezzel együtt is azt gondolom, hogy a politikai bigottságon, még akkor is, hogyha annak az alanya védtelen, adott esetben nem rendelkezik ezekkel a dekódolási képességekkel, sajnálatos módon igen, lehet tárgya. De, és ez szerintem nagyon fontos, hogy olyasmit nem csináltam, amelyben szándékosan hergettem volna valakit abba bele, hogy önmagáról lesújtó bizonyítványt állítson ki. Tehát, hogy nem állított, nem manipuláltam olyan szinten, hogy ő a saját véleményéhez képest valami teljesen eltérő véleménybe kényszerült volna bele. És szerintem a, ennek, a, ennek, a, humornak, ami egy fegyver, a használatában való ez az, ami a tisztesség és a tisztességtelenség közötti, nem tudom ilyen demarkációs vonal. Van egy példa a másik végletre, az pedig így hangzik legvadabb gondolataim voltak, hogy, hogy nem is megfogalmazottak. Hogy, Na, mivel kapcsolatban? Hát az a kapcsolatban, hogy feltétlenül én vagyok-e a, annak a bizonyosnak a rossz végén. Tehát, hogy én látom rosszul, vagy pedig esetleg mások nem akarják, hogy kormányváltás sikerüljön. Annak nincs rossz vége. Viszont. Ez azért szeretem nagyon ezt a pillanatot, mert egyrészt, ha valaki egy Molnár Zsolt interjú 80. percében egy csuklóból egy ilyen faszos viccet vissza tud mondani, az magában is egy jó képesség. De hogy itt nem az történt, hogy felemelted a mutatójadat, hogy ne de képviselő urat, hogy lehet ilyet mondani, ez homofóbia, hanem egy ilyen viccel jelezted egy dolgot, de mégiscsak elütötted az egészet. Ezek a legjobb pillanatok, és nyilván erre törekszem mindig, és nem mindig jön össze, sőt sokkal többször nem jön össze, mint amennyiszer összejön. De igen, szerintem is ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tök jó kezelése volt ennek a helyzetnek, és egyébként vicces, hogy te is ezt választod, aki nagyon sokan ezt szokták kiválasztani. Igen. Tehát, hogy, na, igen, tehát ezekért a pillanatokért megy a küzdelem. Na nézzük meg viszont egy másik pillanatot. Ja. Um, és kérlek, hogy hidd -e, hogy semmifajta támadás vagy semmifajta számonkérés ja. nincs benne. Én tényleg szeretném, hogyha ezt erről a dilemmáról néhány gondolatot meg tudnál osztani velem. A Szájer József ügyével kapcsolatban ja. um, láttuk, amit láttunk, hallottunk, amit hallottunk. Um, most már talán vagyunk olyan távolságra tőle, hogy lehet róla beszélni, egy picit elvonatkoztatva a napi párt aktualitásoktól. Um, a te megítélésed szerint elkövetkezhet -e az a pillanat a magyar politikai jobboldal életében, amikor valaki, aki prominens tagja ennek a közösségnek, pusztán csak a szexuális orientációja miatt nem kényszerülhet olyas fajta kettős életvitelre, amire, és valószínűleg ez a az ügynek, Szárja József évtizedeken keresztül rákényszerült. El tudok képzelni, hogy a magyarországi politikai jobboldal is eljut oda, hogy a nem heteroszexuális orientáció nem jelent bélyeget a közösségen belül. Azt nagyon, tehát, nagyon röviden azt tudom neked erre válaszolni, hogy ez most is úgy van, ahogy szeretnéd, hogy legyen. Füres Balázs volt szerintem a legmagasabb rangú kormányzati politikus, aki bement a partizánba. Ez a műsor végén volt, és nem érzed -e azt, hogy ezt azért ő nagyon olcsón megúszta. Tehát ezt az állítást lényegében érdeme visszakérdezés nélkül átment. Ugye azt mondtad, hogy nem, nem szembesítetted ellenpéldákkal, stb. kell. Majd utána még ráadásul ez is lett a videónak a címe, anélkül, hogy neki ezt alá kellett volna támasztani, ezt az állítást, és lett belőle egy olyan nézettségű videó, ami Fúriásból az összes többi YouTube szereplésére együttvéve biztos, hogy nincs annyi. Ez szerintem egy releváns kritika, vagy egy, e, e, ez egy. ez egy érdemi kritika. Nem emlékszem, hogy a teljes verzióban ez esetleg élesebb lett volna. Én meghallgattam azt is. Bizt, nem, tehát nem emlékszem rá, hogy a vágott. Bár még lett volna egyébként kevésbé éles a vágott, tehát általában pont ezeket a pillanatokat szoktuk szeretni. Igen, azt hiszem, hogy ott nekem kellett volna élesebbnek lennem. Azért azt szeretném hozzátenni, hogy ez bőven a homofób törvény előtt volt, bár egyébként épp eléggé meg volt már építve a kormányzati homofóbia. Igen, ez jó érzékkel találtad meg azt a videót, amiben valóban azt gondolom, hogy, hogy kellett volna számon kérőbbnek lennem. De azért nem, mert én igazából nem gondolom azt, hogy neked ne jutott volna eszedbe egy csomó ellenpélda. Persze lehet éppen olyan pillanat is. Nem az volt ebben, hogy igazából szeretted volna, hogy további fideszes politikusok is eljöjjenek, és ezért inkább egy kicsit finomabban bántál velük, mint ellenzéki szereplőkkel? Szerintem ilyen megfontolás nem volt bennem szívesen bevallanám, hogy ez lett volna. Szerintem inkább, na, pontosan, tehát azt látni kell, hogy nálunk pláne ebben az időszakban úgy készült el egy interjú, napi kettőt vettünk föl egy héten. Ez azt jelenti, hogy kétszer egymás után három-három órára ültem be. Simán lehet, hogy már nagyon fáradt voltam a legvégén, és már elegem volt, és azt éreztem, hogy, hogy hogy én ezt most nem megcsavarni, vagy, vagy nem jutott. Az is, hogy éppen csak nem jutott eszem, Rengetegszer van ilyen egyébként, hogy kiadok után, és én, hogy az hogy nem jutott az eszembe. Rengeteg ilyen van, hogy így ez ilyen nekem is van, csak utána az viszont egy szerkesztői döntés, hogy például ez lett a Cím a videónak, ez az állítás. Tehát, hogy olyantól akar ékeskedtünk, amelyeket valójában nem vállaltunk föl, vagy nem hoztunk ki az interjúból? Hát egy olyan állítást tehetett meg egy magas rangú kormányzati politikus, amit mondjuk, nem tudom, Fekete Győr Andrásnak az állításait, vagy akár Molnár Áronnak, ugye sokkal jobban meg kellett védenie az interjúban, amit tök oké, okay, mert hát azért mennek el ezekbe az interjúkba. Neki viszont nem. Én gyakorlatilag ingyen kapott egy olyan idézetet, amit, amit aztán használhatott. Ez egy új szempont, erre, erre így nem gondoltam, és szerintem ez annyiban mindenképpen releváns kritika, hogy igen, utána is éreztem úgy, hogy fűrjesel kapcsolatban nem voltam annyira éles, mint amennyire élesnek kellett volna lennem, és ha legközelebb bejönne, akkor valószínűleg más kérdezési stratégiát követnénk. És hogy mondjam, igen, tehát az egy, az egy nehéz kérdés, hogy amikor az első magasrangú fideszes vendég megérkezik, akkor az emberben mégis milyen motivációk, meg milyen szándékok, meg milyen adott esetben félelmek, adott esetben ambíciók, nem tudom, milyen inspirációk mozognak. Tehát az egy, az, egy, az, egy, az egy szokatlan helyzet, tehát nem ahhoz vagyok szokva, hogy fideszesekkel lehet interjúzni, és, és szerintem ez a videó pont arra bizonyíték, amit én mindig szoktam hangsúlyozni, és szeretném, hogyha ezt észre is vendék a nézők, hogy az, hogy én egy professzionális riporterként vagyok kezelve a magyar nyilvánosságban, az egy iszonyatos félreértés. Én egy, nem tudom, én, tanuló fázisban lévő ember vagyok, akinek vannak bizonyos sikerei, amelyi bizonyos sikerek szerintem alapvetően pont miatt vannak, mert egyébként a széna egészen az a békasegge alatt van, és hogy attól, hogy ezek a viszonylagos sikerek megépülnek, az nem jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy én minden helyzetben százszerzalékosan nagyon fölkészülten, nagyon slágfertigen tudok lépni vannak góljaim, de szerintem több a kapufám, vagy még több a mellé lövésem. Itt is ez történt. És akkor nézzük meg még egy pillanatot. 2010, ez már partizán időszak, 2018 a rabszolgatörvény tüntetés élő közvetítése a Kossuth Mi, mi történt ott? Adásban vagyunk? Jaj! Jó! Ahogy látható, Jaj, igen. De bocs, a tömeg nem akarta, hogy véget érjen a tüntetés, és nagyon helyesen elkezdték megrahamozni a kordont, ott vegyük föl! Vegyük föl! A rendőrség azonnal leteperte! Gyertek ide Budapestre, gyertek ki az utcára, rohamozzátok meg a Kossuth teret! Én... Itt egy 60 rendőr próbálja Én... visszatartani! Nem, tényleg munkát munkát végeztél. Um, Erről munkát... a viselkedésedről mit gondolsz? Hát az, hogy ezt 2010... 18. december. Igen. Nagyon más volt a szerepfelfogásom, és azóta élő közvetítést nem így celebrálok. Uh, hát így, ez pont annak a konfliktus, hogy abban a határmesdében vagy, hogy most itt tüntetés közvetítgetek, vagy pedig az van, hogy én most tüntető vagyok aktivista. Tehát így, ezeket a szerepkonfliktusokat igyekszem redukálni, egész biztos, hogy ilyesmi már nem fordul elő velem. De igen, előfordult, hogy meg lehet a Facebookon, kint van a mai napig elérhető. Az egy... Az egy, egy két, szerintem itt nem is az a probléma, hogy arra buzdítok, hogy gyertek és rohamozzatok, hanem ez a iszonyúan hamis, pátoszos, ilyen nem tudom én, kényszer agitáló hang, nem? Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy attól, hogy én belemondom a mikrofonba, hogy gyertek ki Budapest izé, hogy ettől bárki meg fog indulni, és most ennek lesz bármi jelentősége ott az a kordon áttörése kerül vagy sem. Tehát ez nyilvánvalóan egy teljes, teljes szereptévesztés, és egy teljes, teljesen blőd hozzáállás. Um, De ha mondjuk ma egy partizán munkatárs hasonló hangulatba kerülne egy közvetítésben, akkor mit mondanál neki? Főnök elbeszélgetnék vele. Elbeszélgetnék vele elég erősen. De mit mondanál? Hát azt, hogy ez nem egy elfogadható viselkedés, nem professzionális viselkedésmód. Nem alkalmas, sem arra nem alkalmas, hogy agitáljon és ténylegesen embereket meggyőzzön arról, hogy érdemes ellenállni, sem arra nem alkalmas, hogy a közvetítés nézőit informáld arról, hogy mi zajlik ott, és sem arra nem alkalmas, hogy ott a téren az eseményeket bármilyen módon pozitíve befolyásolt. Egyetlen dologra alkalmas, hogy magadat ténylegesen, hát ahogy nekem is tényleg megrázóan kínos volt ezzel szembesülni, lejárasd, és bizonyosságát ad annak, hogy nem vagy alkalmas arra, hogy élő adást konferálj és vezess. Szerintem egyébként ebben a jelenetben nem az a legérdekesebb kérdés, hogy akkor miért csináltad ezt, mert azt mondjuk értem. Hanem az, hogy most miért nem? Tehát azért nem csinálod ezt, mert mert... De most, szerintem akkor sem volt helyes. Most azért nem csinálod ezt, mert nem akarod azt, hogy az emberek megrohanják a parlamentet, vagy azért nem csinálod, mert ezt más eszközökkel akarod elérni? Szerintem az embereknek bármikor joga van megrohamozni a parlamentet, és nem tudok olyan pillanatát mondani az elmúlt 30 évnek a rendszerváltás óta, amikor nem lett volna maximálisan indokolt a parlamentnek a megrohamozása. Tehát, hogy én innen is üzenem az embereknek, hogy nyugodtan rohamozzák meg a parlamentet. De érted, hogy mi van a kérdés mögött? Az van a kérdés mögött, hogy ez a nagyon sokszor feltett és elméletben ilyen halálosan unalmas, most akkor aktivista, vagy újságíró, vagy vita, iszonyatosan plastikusan megjelenik ebben de ez a dologban? ez szerintem, tehát, bocs, szerintem... az most egy másik kérdés, hogy ez egy jó aktivizmusa vagy nem. De, de az ez az, a kérdés, hogy... bocs, mert szerintem lehet agitálni. Szerintem újságíróként is lehet agitálni. De ez egy rossz, ez nem, bocs, ez nem, az a baj szerintem, hogy kilépsz az újságíró a tudósítói szerepből, ez az a rossz, hogy, ebben az a rossz, hogy ez nem, tehát ez, egy, ez, egy, ez egy mórikálás. Ez, ez, pont az, amit tematizáltál, hogy amikor egy ilyen helyzetben dramatizálsz egy interjút, akkor milyen eszközöket engedsz meg. Ez az az eszköz, ami ledobja a nézőt. Tehát ez, ez mindenre alkalmatlan. Ez alkalmatlan, hogy azonosulj vele. Ez egy dologra alkalmas, hogy tényleg itt most engem szembesítve ezzel, hogy tényleg annyira kínosnak érezzem magamat, hogy napokig nem fogom elfelejteni. De nem bocsánat, az, a, az általam ismert újságírók nagy többsége azzal az állításoddal nem értene egyet, hogy újságíróként lehet agitálni. Világos, de ezzel együtt egyébként ők maguk is ezt megteszik számos cikkükben, amiről azt gondolják, hogy egy neutrális álláspontot közvetít, mert az a neutrális álláspont az ugyanúgy érdekek által van konstituálva. Ezek az érdekek alapvetően így vagy úgy de jönnek létre, és attól, hogy valaki ezt öntudatlanul reprodukálja, attól még reprodukálja. Lényegében ez kapcsolódik a legutolsó betét is, egy kicsit más oldalról. Lesz kínosabb még ennél, vagy ez, 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 el, el, elértük a mély pontot? Áron, egy mozgalom politikai képviselet nélkül az nem egy fából vaskarika? Nem. Miért lenne az? 12 évünk van, ha a klímaváltozást. 12 évünk, ugye ezt mondják a tudósok. Igen. 12 évünk van, ehhez azt jelenti, hogy már ma is késő lenne beterjeszteni azokat a törvényeket, és nem csak Magyarországon, világviszonylatban, ami radikálisan visszalágja például a CO2 és így tovább a foszilis energiáknak a felhasználását. Ehhez nekünk törvények kellenek. Magyarországon, Igen. Amerikában, Kínában. Hogyan lesz, hogyha közben azt mondod, hogy a politikai képviselet az nekünk nem ügyünk? De, de ezt a, mi a mi gyerekeink, a mi De mert majd erre az időszakra, azt mondja, hogy papa, baromi jól megénekelted, hogy mi a probléma, de, 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 miért nem? Miért nem azért küzdöttél, hogy változzanak meg azok a törvények, amik lehetővé teszik a klímakatasztrófát? ez az érve az nem pontosan felhozható a partizánnal szemben is? Most ezt nem értem, bocs. Hát az, hogy nem, nem megéneklés lenne, hanem milyen jó interjúkat. Tehát, hogyha mondjuk visszanéznek majd 30 év múlva, hogy te miért egy Csottóval beszélgettél, amikor éppen klímakatasztrófa felé tartunk. Ez olyasmi, amit szerintem egy -az egyben lehetne neked is mondani. Nyugodtan, tehát hogy persze, szerintem. Olyan is. is, hogy olyannyira, hogy te magad is mondtad Igen. Ö, interjúban. te hát, most éppen a közgondolkodásra akarsz hatni, de, de pontosan ezt mondta Áron is ebben az interjúban. Igen, szerintem szóval nagyon egyszerű. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy baloldali mozgalomra vagy baloldali médiára van szükség, akkor nem kérési baloldali mozgalomra. Nem kérési baloldali pártra van szükség. Nem csak Magyarországon, nemzetközi viszonylatban is. Jelenleg Magyarországon ez a fajta politikai cselekvés korlátozottan tud hatást kifáltani. Én ma a jelenlegi eszközeimmel, a jelenlegi erőforrásaimmal, média szereplőként sokkal nagyobb hatást tudok kiváltani. Tehát ez egy ilyen picit ilyen gramsiánus jellegű felfogása a politikai munkának. Nekem most a társadalmi tudat formálásában van szerepem, lehetőségem, és ebben látom azt, hogy igazán hatékony tudok lenni. Ezzel együtt egy alacsonyabb hatékonyságú mozgalom megszervezése vagy párt létrehozatala akár fontosabb is lenne, mint egy baloldali média, csak ahhoz nekem jelenleg nincsenek szövetségeseim, és az is lehet, hogy én magam sem földétlen vagyok rá alkalmas. Nem biztos, hogy tudok el egy olyan integratív szerepet betölteni, amely egy párt építéséhez kell. Nem biztos, hogy van hozzá elég türelme, nem biztos, hogy van hozzá elég kitartásom, és ezek bizonyos szempontból itt olcsó fölmentések. És hogyha lesz egy baloldali párt, akkor el fogok nagyon erősen gondolkodni azon, hogy mi az, amivel leginkább tudnám támogatni az ügyeit. De az is biztos, hogy persze lesz majd. Tehát hogy valaki mások csinálják, mégis aztán csatlakozol, ez nem így működik nyilvánvalóan. Az a helyzet, hogy jelenleg 35 évesen oda jutottam el, hogy a politikai munka korlátozottan áll rendelkezésemre, és alapvetően a média munka, a, 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 a kulturális munka, a művészeti munka, a média munka, ilyen értelemben a társadalmi tudat formálása az, amiben azt érzem, hogy a leghatékonyabban tudom támogatni azt, hogy az a változás, az a kapitalizmus rendszerkritika, amit én fontosnak tartok, és amit sokan fontosnak tartanak Magyarországon és a világban, hát nagyobb beágyazottságot, szélesebb ismertséget, adott esetben legitimitást nyerjen. Ez is egy olyan dolog, amiről 40 év múlva visszülhetünk és beszélhetünk róla, hogy, hogy jó volt a helyzetfelmérés.